Néhány hónappal ezelőtt adták át ezt a felújított fűzőkonyhát Tiszaeszláron. A megújult épületben a főzéshez szükséges eszközök is újak. Csak nem 100 millió forintból valósult meg a beruházás, melynek köszönhetően minden feltétel adott ahhoz, hogy biztosítsák az ételellátást a hétköznapokon óvodáskortól egészen nyugdíjas korig. Ez pedig a település főtere, az utolsó simításokat végzik a felújított községháza előtt. Az épületet energetikailag korszerűsítették, és új külsőt is kapott. Belterületi utakat is aszfaltoztak a közelmúltban. Nagyon sok fejlesztésünk történt a településen. Belterületi utakat készítettünk elő aszfaltozás alá. Tehát ez nagyon nagy lemaradás volt a településen belül, hiszen még földutaink voltak, nem is egy 8 vagy 10 darab földút volt még Tiszaeszláron, és most per pillanat az önkormányzati épületünk újult meg, korábban a ravatolozót újítottuk fel, tehát ez is köszönhető a Magyar Falu programnak. Megpróbálunk minden egyes pályázatot kihasználni, még akkor is, hogyha ez önerő szükséges, hiszen oda kell tenni a településnek is az önerőt, hogy fejlődés elinduljon. Ez pedig Tiszaeszlár óvodája. 70 éves az épület, amelynek egyes részeit néhány éve már felújították, az önkormányzat azonban szeretné tovább folytatni a munkát. Nagyon sürgősen szeretnénk fejleszteni, de úgy néz ki, hogy lesz is rá lehetőség. Az óvodánk például 1953-ban épült. Tehát az egy szoszreál épület, ahol nincsen a gyerekeknek megfelelő tornaszoba, semmi. Hogyha ezt még meg tudjuk oldani, hogy sikerül az oldalakat felújítani, szükség lenne egy piacra, egy közösségi piacra, annak is bent van a pályázata, bízunk benne, hogy sikeres pályázatot nyújtottunk be. A közelmúltban Tiszaeszlár megközelíthetősége is jelentősen javult. A Tamás Bokor felől vezető bekötő utat és a Bashalom irányába vezető külterületi szakaszt több mint 400 millió forintból aszfaltozták újra.